Megúszták. Minden idők legmagasabb vízszintjét várták a Rábán, de nem jött be a legrosszabb forgatókönyv. Kezdők és haladók szakkörön tanulhatnak elektronikát az általános és középiskolások. Látványgyűrűzés. Egyedi azonosítóval látják el a gólyafiókákat megyeszerte, sikeresek a költőpárok. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A vártnál alacsonyabb szinten tetőzött a Rába. Az előrejelzett 530 helyett hétfőn este 9 órakor 477 cm-es csúcsot mértek Körmednél. A belvárosi hidat tegnap lezárták, ma reggel pedig újra megnyitották. A Pinka meghaladta a valaha mért legmagasabb vízszintet, a felső folyásán elkezdődött az apadás, az alsó szakaszon még árad. A védekezési munkák most is zajlanak, nagy az összefogás a falvakban, továbbra is több út járhatatlan a vármegyében. 2009. júniusában rekordot ért el a Rába, 520 cm-t mértek Körmendnél. Ennek a közelébe várták a mostani árhullám tetőzését. Az előrejelzések szerint az sem volt kizárt, hogy történelmi csúcsot dönt a folyó. 540 plusz-minusz 10 cm-re számítunk. Én úgy gondolom, hogy ezt biztonsággal le fogjuk tudni most már vezetni a Rábán. A vízügy, a katasztrófavédelem és az önkormányzat a legrosszabb forgatókönyvre készült fel. Több százan dolgoztak a töltésen a büdös ároknál vasárnap éjszaka és hétfőn délelőtt, köztük önkéntesek is. 2500 méter hosszan építettek nyúlgátat mintegy 24 ezer homokzsákból. A rekordvízállás végül elmaradt. Hétfőn este 9 órakor 477 cm-es csúcsot mértek, a folyó lassú apadásnak indult. Ma reggel 7 óra után megnyitották a forgalmat a körmendi belvárosi hídon. Hömpölyög a víz Pornóapáti határában, kiöntött a Pinka, személyautóval meg sem lehet közelíteni a falut. A patak hétfőn hajnalban 508 cm-es vízállással tetőzött felső csatárnál, ami több mint egy méterrel magasabb, mint a 2009-ben mért 402 cm-es rekord. Az alacsonyabban fekvő területeket elborítja a víz, homokzsákokkal védték be a házakat, udvarokat és folyamatosan szivattyúznak. Jelenleg még a homokzsákolás történik, a pinceablakok, bejárati ajtó környékén apad a víz, hála Isten, de úgy néz ki, hogy az előrejelzések szerint megint lesz egy kis emelkedés. A helyiek mikor láttak ekkora vizet itt ezen a településen? Hát tudomásom szerint, amit itt hallottam, olyan 65-ben. Egy házaspárt a katasztrófavédelem mentő csónakjával hoztak ki az elöntött területről. A falu határában markolóval nyitottak utat a víznek a helyiek a szántóföldek felé. Hát sajnos a régen nem látott ilyen árvíz van, és hát áttörjük itt az utat, hogy el tudjon folyni a víz, mert elöntött a pincéket, a házakat elöntött a víz. Óriási az összefogás, megmozdult a falu, mindenki részt vállalt a védekezési munkákban, önkéntesek is jöttek segíteni. A dolgozó férfiaknak viszem az ebédet, hozták Menzáról, úgyhogy ők nem tudnak idejönni, én meg viszem oda. Vaskeresztes is víz alá került, áttört a homokzsákokon is az ár, olyan gyorsan jött, hogy alig volt idő cselekedni. Most is több pincében, udvaron áll a víz. A víz nagyon gyorsan behatolt a faluba, az egész falu összefogott mindenkiért, és próbáltuk menteni a menthetőt. Sajnos nem mindenkinek sikerült, valahol kritikusabb volt a helyzet, valahol nem. Nálunk másfél óra alatt bejutott a pincébe, az egész udvar elázott, állatokat menekíteni kellett, és egész nap szivattyúzunk. Felső csatárnál már a másfél-két métert apadt a Pinka, az alsóbb szakaszon Kemestarótfánál azonban még árad. Még mindig több út járhatatlan a vármegyében az árvíz miatt. A Rába vízgyűjtőjén a következő napokban szárazabbra fordul az idő. 300 éve született Franz Anton Mauberts, a barokk egyik legjelentősebb freskófestője. Ez alkalomból rendhagyó kiállítás nyílt a püspöki palota dísztermében. Az egyházmegye felkérésére a művészeti szakgimnázium tanulói értelmezték újra az alkotó műveit. Pénteken nyílt kiállítása a püspöki palota dísztermében a művészeti szakgimnázium diákjainak alkotásaiból, amelyeket Franz Anton Mauberts freskói ihlettek. Az apropót a barokk művész születésének 300. évfordulója adta. Látom, hogy nagyon sokan próbálták vissza is adni az ő képeinek a stílusát, művészetét.
Maulbert egy nagyon nagy átalakuláson megy végig az élete folyamán. Ha valaki elmegy Sümegre, akkor ott nagyon eleven színeket, rengeteg érzelmet, nagyon szívhez szóló festészetet lát. És amit itt látunk a mennyezeten, az egy nyugodtabb, higgadtabb, visszafogottabb, sokkal kiérleltebb, gyönyörű alakformálás és nagyon tiszta üzenet. Az osztrák származású Maulbertsch több magyarországi templomban is dolgozott. 4 évtizedes munkássága révén a barokk korszak legjelentősebb festőjeként tartják számon. Alkotott a szombathelyi székesegyházban és püspöki palotában, a székesfehérvári karmelita templomban és a váci székesegyházban. Művei alapján dolgoztak a diákok különböző technikákkal. Én három munkát hoztam ide. Az egyik a díszteremben található portrénak a másolata. Ez ugye eredetileg egy freskó, én pedig a freskóhoz kísértetiesen hasonlítóan valamivel egyszerűbb technikával, úgynevezett szekó technikával másoltam egy portrét, ez a Szent Quirinusnak a portréja. Az ünnepségen a diákok bemutatták alkotásaikat, majd ajándékokat vettek át Székely János megyés püspöktől. A kiállítás megnyitóját előadássorozat egészítette ki Maulbertsch művészetéről, a püspöki palota dísztermében látható mennyezeti képek készítésének hátteréről és a nemrég elvégzett restaurálási munkálatokról. A következő tanévben is indít képzéseket az IV Technology általános iskolás és középiskolások számára. Az elektronikai elméleti és gyakorlati ismereteket a gyár tanműhelyében sajátítják el a tanulók. 2 évvel ezelőtt indított először szakkört az IV Technology Szombathelyen egy kezdő csoporttal. A képzésen mindenkit szívesen fogadtak, akit érdekel az elektronika világa. Teljesen az alapoktól indult az oktatás. Heti egy alkalom. Heti 2 órában tanulják a gyerekek itt az elektronika alapjait, megismernek mindenféle eszközt, alkatrészt, ami az elektronikával kapcsolatos. Ez egy iskolai fél éven keresztül zajlik ez a szakkör. A gyerekek korszerű eszközök segítségével sajátíthatják el az elektronikai ismereteket. Előrehaladásukat képzett szakemberek, pedagógiai ismeretekkel rendelkező oktatók segítik. Először mindig elméletben megtanuljuk, hogy mi az alkatrész, kipróbáljuk, egyes áramköri elemeket teljesen más funkcióban szétszedjük, sőt, uram bocsá volt, hogy összetörtük, megnéztük, mi van benne, mert általában ez is egy érdekes dolog, és amikor mindez összejött és megvan, akkor forrasztjuk be a helyére, és utána, amikor ezek az áramköri elemek egy összműködést adnak, akkor kerül helyére a gyerekekbe, hogy egyes áramköri elemek mi a szerepe, mi a funkciója ebben az áramkörben. Levente édesapja gépészmérnök, később ő maga is szeretne a nyomdokaiba lépni. Ha valami elromlik, az szívesen megjavítja. Mindig is érdekelte az elektronika. Azért jelentkeztem, mert érdekelt otthon is az elektronika, és van ilyen elektronikával kaptam ajándékot, és ott tetszett meg ez az egész dolog, és azért járok erre a szakkörre, mert szeretnék többet megtudni, hogyha mondjuk bármi elromlik, akár meg tudjam csinálni otthon. Mára nem csak kezdő, hanem haladó csoporttal is foglalkozik a vállalat. Ők már olyan bonyolultabb áramköröket építenek fel, mint például ez a zene előállítására alkalmas kis eszköz. A haladók időzítőt, tápegységet, rádiót is képesek összeállítani. A tehetséges gyerekek előtt fényes karrier lehetőségek nyílhatnak meg. Titkos célunk az az, hogy megismertessük a gyerekekkel az alapokat, és akkor majd a középiskolás tanulmányaik alatt ilyen középiskolába menjenek, és akkor később majd találkozunk velük. A szakkör célja, hogy minél több gyerek váljon fogékonyá a műszaki tudományok és az elektronika iránt. Ősztől újabb kezdő és haladó kurzus indul. Évről évre több érdeklődőt vonz a fehér gólya fiókák látványgyűrűzése. Vasvár megye 4 régiójában ezekben a napokban látják el egyedi azonosítóval a fiatal madarakat az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani Egyesület helyi szervezetének munkatársai. Idén jó évük volt a gólyáknak,
sok fióka cseperedik a fészkekben. Az egyik gólyaszülő őrzi a fészket, amíg párja élelem után kutat a környéken. Az Árkádia parkolójában egy fióka cseperedik a magasban. Sokan gyülekeztek a látványgyűrűzésre szombaton délután, főleg családok, gyerekek. Láthatták például, amikor a másik szülő is visszatért a fészekre. Olyan magasan van, hogy csak emelőkosaras autóból lehet elérni. Az élete során ezek a fiókák utána bárhová elkerülnek, ez a gyűrű a lábukról nem tud lekerülni, és hogyha lefotózzák, vagy leolvassák ezt a kódot, akkor be lehet azonosítani. Kóta András állatorvos tartott rövid tájékoztatást a gyűrűzés fontosságáról és menetéről az érdeklődőknek, majd felemelkedett a fészekhez és egy dobozban lehozta a fiókát, hogy mindenki megnézhesse. A gyerekek meg is simogathatták a fiatal madarat, amely a doboz mélyén gubbasztva tűrte a rajongók közeledését. Ebben a fészekben három tojást rakott a gólyapár, egy fióka kelt ki. Egészséges, szép, méretes madár, 5 hetes lehet, még megvannak a pihetollai. 2 nap alatt 9 fészekben 27 fióka kapott egyedi azonosítót a megyében. Jó éve van a vasi-fehér gólya állománynak. Nagyon-nagyon biztató a gólyafiókák száma, tehát az átlagosnál mindenképpen jobb költési eredményekre számítok a mai gyűrűzések alapján. Több helyen is 4, sőt egyik helyen 5 fiókát sikerült meggyűrűzni. Nagyon szépen fejlődtek, és ez mindenképpen nagyon jó hír. A gólyapárok száma is megfelelő, és a fiókák száma is. Most úgy tűnik, hogy szerencséjük volt az időjárással. A fióka meg is kapta a kék műanyaggyűrűt, ami egyáltalán nem zavarja őt a mindennapokban. 4 jegyű egyedi azonosító szerepel rajta, távcsővel messziről is jól leolvasható. Magyarországon ezt a H-val kezdődő kék színű gyűrűt használjuk, és akkor vagy a H után meg még 3 kód, épp most éppen különböző betűknek a kombinációja. És ez egyedi kombináció, tehát ebből egy van a világon, tehát ez egy központ, egy nemzetközi központ adja ki ezeket a számokat, és ez alapján biztosan lehet menni, hogyha bárhol a világba azért több ezer kilométerre elkódorognak ezek a gólyák, tehát ott is lehet tudni, hogy ja, ez kék és H-val kezdődik, akkor ez Magyarországon gyűrűzött gólya volt. Gólya mama a közeli oszlop tetejéről figyelte a nyüzsgést, de amint a kicsi visszakerült a fészekbe, ő is rögtön odaszállt. Itt az Árkádiánál és még számos helyen az áramszolgáltató nemrég új fészektartót helyezett el, így biztonságosabbá vált a madarak költőhelye. Aki szeretné, szerdán még figyelemmel kísérheti a látványgyűrűzést Kőszeg környékén. Reggel 9 órakor Gyöngyös faluban kezdődik, majd Lukácsházán folytatódik az akció. Különleges sportágakról is hallhattak érdekességeket mindazok, akik ellátogattak a Halmai Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület előadássorozatának júniusi állomására. Ezúttal az Egyesület egyik alapító tagja, Szakály Ferenc testnevelő beszélt pályafutásáról. Újabb állomásához érkezett a Halmai Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület Köztünk élnek című előadássorozata. A rendezvényen korábban olimpikonok, világbajnok sportolók életútját ismerhették meg az érdeklődők. Hogy szélesedjen a kínálat, az Egyesület alapító tagjai is bemutatkoznak egy-egy alkalommal, beszélnek pályafutásukról, sporthoz kapcsolódó hitvallásukról. Júniusban Szakály Ferenc testnevelő tartott előadást az érdeklődőknek. Nem csak magamról fogok beszélni, hanem fogok beszélni olyan sportágakról, amit az Intercross révén Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban, Németországban, Svájcban megismertem, és az óráimon, a Lecsepátiban, és előtte a Vasonai Általános Iskolában is gyerekkel szoktattam, és az az én különleges tehetségem az ilyen dolgokban, hogy minden évben, vagy minden 2-3 évben keresek olyan sportágat, amivel a gyereknek föl tudom az érdeklését valahogy csigázni. Tehát nem csak labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, hanem mindig az újdonságokat próbáltam bemutatni az órákon, és többnyire sikerrel is. Részben Szakály Ferencnek köszönhető, hogy hazánkban is népszerű sportág lett az Intercross, amely több mint 2 évtizede a vasi régióban is jelen van. Több korosztály nőtt fel már a testnevelő keze alatt úgy, hogy különleges sportágaknak köszönhetően meg annyi országban megmutathatták tudásukat. Közben járására hívták életre a Pannon Intercross kupát, amelyre a környező országokból rendszeresen visszajárnak a csapatok. Idén, június végén már 21. alkalommal rendezik meg a nemzetközi erőpróbát.
Az előadáson hazánkban kevésbé vagy egyáltalán nem elterjedt sportágakat is megismerhettek a jelenlévők. Szakály Ferenc beszélt például a murky, a ringo, az indiaka, a pentak, a woodball és a floorball szabályrendszeréről, és rövid bemutatót is tartott. Ezek a különleges feltörekvő sportágak színesíthetik a testnevelés órákat. Szakály Ferenc jelenleg a gencsapáti Aponyi Albert általános iskola diákjaival dolgozik, irányításával több tanuló tollaslabda szakákban az országos diákolimpiai döntőig jutott. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!